az ember valamennyire a lelkét próbálja meg felkészíteni a karácsonyra, hogy mire odaérsz, ugye addigra már abban a hangulatban legyen. Karácsony nem csak a szeretet, hanem az evés ünnepe is nálunk vastagéknál meg főleg. Gyerekkorban azt szeretem a legjobban, hogy karácsony szent este volt az a nap az évben, amikor senki nem szólt rám, hogy mennyi sütit teszek. Óriási karácsony van nálunk a otthon Veszprémben, amire azt kell tudni, hogy nem csak a szűk családom van, hanem tényleg rengeteg barát, ismerő, stb. És nagyon-nagyon sokan vagyunk ott. Amikor én kicsi voltam, remélem a fiúk nem nézik ezt majd, amikor én kicsi voltam, akkor is az volt ugye, hogy én amíg elmentem fürdeni, addig az volt, hogy a Jézuska meghozta a fát, és akkor apukám még feldíszített, és akkor szépen azt, hogy egyik évből a másikba volt oda vált, mert hogy én is már segítettem a karácsonyi fának a felállításában. De ezek a dolgok, ezek így egy kicsit visszajöttek, ez a misztérium a karácsonynak, ugye, hogy most akkor kihozza az ajándékot, meg hogy honnan van, meg honnan lett itt a fa. Picit olyan így a karácsony, mint gyerekkoromban. Tehát az a szép a szülőségben, hogy az ember így újraéli a saját gyerekkorát is a gyerekeink keresztül. Az ember nem tudatosan adja át azokat a dolgokat a saját gyermekeinek, amiket ő megtanult, ezek a dolgok, amiket úgy át akarsz adni a gyermekeidnek, és meg akar őket azokat a dolgokat tanítani, azok ilyen automatizmusban mennek, hiszen te is úgy csinálod a dolgokat. Ennek egy ékes példája az, hogy régen volt a, hát én csak a Bonyhádi nevét tudom, a legényfogó nevezetű sütemény. Ezt édesanyám szokta mindig csinálni, de előtte az ő édesanyja csinálta a nagymamám. És amikor az édesanyám elkezdte csinálni, akkor még nem volt olyan, mint amikor a nagymamám csinálta, de aztán amikor a nagymamám már elment, és édesanyám kezdte el csinálni, akkor idővel ugyanolyan lett, mint a nagymamámé. És vagy ugyanígy képzelem el ezt is, hogy ahogyan az édesanyám süti el, meg a baraszlegvárja idővel pont ugyanolyan lett, mint a nagymamámé, vagy ugyanúgy képzelem el is, hogy én is idővel majd biztos pont olyan leszek, mint az édesapám, és majd pont ugyanúgy lesznek a gyerekeim is. A mi karácsonyunk az nagyon hangos, nagyon nagy, és nagyon-nagyon-nagyon sok élelmiszer van benne. Régen úgy voltam vele, hogy az alapján választottam ajándékot, hogy én minek örülnék, de aztán hamar rájöttem, hogy ez nem lesz egy jó megoldás. Úgyhogy idővel arra jöttem rá, hogy ez egy külön érzékszervet, ezt ki kell fejleszteni az embernek, hogy előtte hónapon keresztül kell arra figyelni és hallgatni, hogy mi az, amire a másik a legjobban vágyik, mi az, aminek örül. Karácsonyra azt kívánom mindenkinek, hogy legyen időnk együtt tölteni a Szentestét és az utána lévő időt is, hogy találkozunk azokkal, akiket szeretünk, akikre egész évben várunk, hogy találkozhassunk velük, töltsenek együtt kellemes időt, kellemes ünnepeket mindenkinek.